Nézz is, ne csak hallgass. millásreggeli.hu. Hát ez meglepődtem, a Portfolio.hu-n járok, amikor olvastam a címet, kiderült, nagyot ugrottak a rezsiváltozás miatt a háztartások energiakiadásai. Hát mondom, ezt a betyár mindenit, micsoda felfedezés. De aztán beleolvastam, és valójában a megjelent inflációs adatokból lehet már konkrét számokat kimazsolázni és számítgatni. A GKI gazdaságkutató ezt meg is tette. Azt mondja, hogy a magyar háztartások energiakiadásai közel 55%-kal nőhettek augusztusban az új rezsiszabályok miatt, és ebből és az új szabályokból kiindulva úgy kalkulálnak, hogy egy magyar háztartás éves átlagos gáz és áram számlája a tavalyi 281 000 forintra, idén 333 000 forintra, jövőre pedig 436 000 forintra ugorhat. Hát én ezzel kiegyeznék. Feltéve, hogy a most ismert áram és gázárak lesznek érvényesek jövőre is az átlagfogyasztás feletti részre. Úgyhogy itt lehet még részleteket arról olvasni, hogy az inflációs adatokból, hogy amiképpen lett leszűrve ez, és mire lehet számítani a továbbiakban rezsiügyben, tehát a Portfolio.hu. 24.hu vezető anyag, a kínai gigaberuházás Debrecenben milyen ára lehet a 3000 milliárdos befektetésnek, ezt fejtegetik. Ezzel már tűnődünk egy ideje, igen. Igen, az MNB szerint akár a devizatartalék felduzzasztására is alkalmas lehet a debreceni akkumulátorgyár építése, szakértők vitatkoznak ezzel, és egyre több kritika éri a projektet a romboló környezeti hatások miatt is. Ugye... Hát ezt itt a vekerítóval kezdődik a cikk, amit Bakaev kollega jegyez, és gyakorlatilag elpárolgott a rekkenő hőségben a vize. Ugye erről beszéltünk vízügyi szakértővel, limnológussal, és beszélgettünk arról, hogy mi történik, miért ilyen rossz az aszályhelyzet most. Minden esetre ugye ez a 3000 milliárd forint értékű beruházás, a Contemporary Amperex Technology Company Limited, ez a CATL, a város déli gazdasági övezetében, ez minden idők egyik legdrágább beruházása, és azt mondják a zöldek, valamint a beruházást gazdasági alapon ellenzők, hogy a vízből nem áll rendelkezésre elég. Nem, hogy ekkora ipari monstrum kiszolgálására, de a klímaváltozás eredményeként már a térség lakosságának stabil ellátására sem. Úgyhogy ez a legnagyobb probléma, ami felmerül. Igen. Hát ez nem feltétlenül gazdasági, de ez a kép egy kicsit magával ragadott a Telexen. Ma reggel teljesen elfeledkezett a világ az első fekete punk zenekarról. Ja. És hát a gyerekek hát úgy néznek ki a fotón, mint egy zombi film plakát is lehetne akár, azt hiszem itt valami, most ez melyik valamit zenekar? Fogyasztottak. Kérlek szépen, ez a hogy hívják őket az előbb megvolt, mindjárt mondom neki, a Pure Hell, nem, ja. A Fekete Banda, és uh-huh. Sid Vicious-zel is együtt lógtak, meg a New York Dolls-szal, ugye Sid Vicious a Sex Pistols frontembere volt, hát ő is aztán szépen végezte. A New York Dolls, ja, ők abajgatták őket, hogy itt láttak bennük lehetőséget. Igen. Aha. Szóval egy kis rock történet. Ez tényleg jó. A Telexen. Na, aztán valahogy szerintem rájuk hangolódva indult el a Living Color, ami persze nyilvánvalóan már nem egy finomabb punk zenekar volt, hanem egy más vonulat, de róluk se feledkezzünk meg. Na, azt mondja, hogy a G7.hu-n nézegettem miközben, te erről beszéltél, a tűzijáték ügy után már nehéz lesz szakmailag nem szétverni a meteorológiai szolgálatot, írja a G7.hu. Ugye miután ugye az állami meteorológusok által jelentősen valószínűtlenebbnek jelzett időjárási forgatókönyv valósult meg a tűzijáték estén, pár nappal később lefejezte a több mint 150 éves múltra visszatekintő OMS-t a kormány, menesztette ugye a hivatalban lévő elnököt, Radics Kornéliát, és őt 2013 óta, és a 22 éve az intézmény kötelékében dolgozó Horváth Gyulát, és a helyzet az, hogy ezután mi történik. Van egy kis összefoglaló a cikkben arról, hogy mi volt a háttere az OMS-nek, és most pedig azt látjuk majd, hogy hogyan fog az Országos Meteorológiai Szolgálat milyen költségvetésből dolgozni, és hogy mi lesz majd vele. Minden esetre az összes vezetőnek össze kell írnia, hogyan alakítaná át az intézményt, ezt kérték tőlük a G7.hu információi szerint, és
hát Palkovics László pedig majd felügyeli azt, hogy valószínűleg az a vállalható cél, hogy működjön az OMS leegyszerűsítve fenntartható gazdasági megoldásként zöld átmenetért felelős minisztérium arra használná, hogy a számításai az OMS-nek növeljék a szélerőművek és naperőművek hatékonyságát. Állítólag a g7.hu információi szerint. A napi.hu-t olvasgatom, azt mondja, hogy Brüsszelt nem győzte meg a kormány elzárná a pénzcsapot. Ez egy tegnap délutáni info, esetleg aki nem találkozott vele, 3-4-3-kor dobta ki az oldal. Hiába tett számos területen engedményt a kormány a Varga Judit igazságügyi miniszter által ismertetett korrupcióellenes intézkedések és az integritás hatóság felállítás nem tűnnek elegendőnek az Európai Bizottság számára. Brüsszelnek szeptember 21-ig kell döntést hozni a magyar jogállamiság eljárás ügyében, de várhatóan 2500-3500 milliárd forintnyi forrás befagyasztását javasolják. A tárgyalások folytatónak, de az Orbán kormánynak még szigorúbb lépéseket kell tennie, ha menteni akarja az uniós forrásokat. Értesült a napi.hu a tárgyalásokra rálátó forrásoktól. És hát ugye, amit hallottunk az elmúlt napokban fölállt, vagy nem tudom, vagy újraállt, vagy aktivizálódott, vagy vagy hogy mondhatjuk ezt a korrupció ellenes munkacsoport, hát ezzel hát is újra vannak. Fényt kapott. Itt brüsszeli források látnak némi párhuzamot a médiatanács, vagy médiahatóság működése és példája kapcsán, tehát erősen megkérdőjelezhető a függetlensége. Ezt mondják ők, ezt nem én állítom. Te azt állítod, hogy ők ezt látják. Én azt állítom, hogy ők ezt látják, így van, és azt állítom, hogy a napi.hu írja, hogy ezt ők látják. A legújabb információk szerint most rábólintottak a Twitter részvényesek arra a 44 milliárd dolláros dílre Muskkal, úgyhogy most úgy néz ki, hogy Elon Musk most megint megveheti 44 milliárd dollárért. De Musk már nem akarja, hát ő mondta, de nem? Most rábólintottak erre a 44 milliárdra. Ez egy dolog, hogy rábólintanak a Twitter tulajdonosok, de a Musk már akarja elvenni? Nem, most azt mondják neki, hogy most már meg kell, azt mondtad, és kész vége. Akkor ezért bólintottak rá, hogy ez egy kötelező érvényű valami. Aha, ott még lesz húzavona, szerintem. Igen, érdekes. Most egyelőre 32 milliárdra értékelik a... vagy van értékelve. Hát akkor persze rábólintanak a 44. Hú, de jó. Igen, hát ugye a Vodafone-nak is egyértelmű volt, hogy eladja a magyar operációt, mert kapott egy jó árat. Visszautasíthatatlan ajánlatot vannak, kapott, vannak, az más. Vannak. Na, akkor jöjjön megint egy... Főhajtás. Főhajtás? Igen, Amy Winehouse előtt. Oh.